Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket hálaadás napján az Úr kenyérért, amivel megáldott bennünket a mi Urunk ebben az esztendőben is. Minden kedves testvért köszöntök, azokat is, akik a tévén nézhetik majd a mi Isten tiszteletünket. Kedves testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük fennállva a 90. Zsoltárunk első versét. A 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva. éhesség, adassék bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreink, kedves egybegyűltek, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amiképpen írva van a Királyok első könyvében, a 17. fejezetben, az első 7 versből olvasom Istennek szent igéjét. A gyülekezet alázatos szívvel, helyét elfoglalva hallgassa meg a Szentírást. Az említett helyen így tanít minket a Szentírás. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Áhábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollók pedig hoznak neked ennivalót. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán, de kiváltképpen való megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Dicsőség és magasztalás neked, mennyei édesatyánk, ki megáldottál minket ebben az esztendőben is, a mindennapi kenyérrel adtál vetést és aratást, adtál örvendezést, Urunk, és nem hagytál bennünket a te segítséged nélkül. Nem törted el a kenyérnek botját, hanem ígéreteiddel, Urunk, megáldva a mi életünket, beteljesítetted mindazt, amit mondtál. Köszönjük, hogy így állhatunk meg ennél a lelki asztalnál is, ennél a lelki kenyérnél is, hogy táplálkozunk ne csak testünket, hanem lelkünket is. Légy a mi vigasztalónk, légy a mi őrizünk, tarts meg bennünket a te irgalmadban és kegyelmedben, ültess minket egy asztalhoz magaddal, Urunk, hogy érezzük, hogy gyermekeid vagyunk, akiket megáldasz, megszentelsz, akiket megőrzöl, és testvérek vagyunk, mert egy asztalról eszünk. Köszönjük neked az igének a tanítását, köszönjük a vigasztalást, köszönjük azt a lelki erőt, amivel körbeveszel bennünket, felemelsz, Urunk, amivel táplálod a mi testünket, lelkünket. Könyörgünk mindnyájunkért, Urunk, akik ma eljöttek te hozzád. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor szívünkben nem mutatkozik meg az igazi hála. Sokszor mégis ott van az elégedetlenség, a kétségbeesettség, az aggódás. Engedd, Urunk, hogy merjünk bízni, hogy ha te velünk vagy, akkor kicsoda ellenünk. Merjük az életünket a te kezedbe letenni, mert te a tieidnek álmában is adsz eleget. Könyörgünk, Urunk, mindnyájunkért. Azokért is, akik gyászsal jöttek a szívükben, koporsó mellett álltak meg az elmúlt héten, nekik is add a vigasztalást. Azokat is, akik, Urunk, hordozzák a betegségnek terhét, te vagy a gyógyító, Urunk, az áldott orvos. Azokért is, akik nem mondhatják el, hogy telve vannak mindennel, és igencsak könyörögnek, hogy a mindennapi kenyeret add meg nékik ma. Urunk, vezess minket a te utatodon, engedd, hogy érezzük a te tenyeredbe a mi életünket. Áld meg ezt a mi mostani Isten tiszteletünket is, s vigasztalj meg minket, kérünk. Krisztusért könyörgünk, hallgass meg minket. Amen. Nagy tisztelettel kérjem a legifjabbakat a gyülekezeti terembe, ahol gyermekbibliórát tartunk az ő számukra. Mi, kedves testvéreim, pedig készülünk az ige hirdetésre, a 151-es dicséretünk éneklésében annak az első versét énekeljük, így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk a te szent igéd hallására. Jakab Apostol leveléből az 5. fejezet 17. és 18. verséből. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Szeretett testvéreim, kedves egybegyűltek! Ma ezen a mai ünnepen, a hálaadás ünnepén, az új kenyér ünnepén egy próféta élete által tanít bennünket az Isten. Ezt a prófétát úgy hívják, hogy Illés. Nagyon sok minden megtörténik az ő életében, amiben tanít minket az Isten, hogy a kenyér, az áldás, az eső, és szeretett testvéreim, a mindennapi létünk az az Isten kezében van, és ő az, aki megajándékoz bennünket minden nap az ő áldásával. Illés próféta az egyik legnagyobb próféta az Ószövetségben. De nem csak az Ószövetségben, hiszen az Újszövetségben is hallunk róla. Szeretett testvéreim, élő Isten, van Isten Izraelben. A neve azt jelenti, hogy van Isten Izraelben. Ahova ment, mindig ezt hirdette. Miért? Azért, mert abban az időben, kedves testvéreim, elfeledkeztek az Istenről. A kenyeret adó Istenről. A földet adó Istenről, amely az ígéret földjét odaadta Izrael népének. Adott nekik ligeteket, szőlőskerteket, megáldotta őket az ő áldásaival, az ő törvényeivel. Gondoskodott a szociális törvényekről, hiszen Izraelben nem szabad volt, hogy valaki éhezzen, vagy hogy koldus legyen, vagy hogy rabszolga legyen. Az izraeli törvények, a Mózes adta törvények, azok egyenlővé tették az embert az Isten előtt. Itt jelenik meg, a zsidó-keresztény vallásban jelenik meg ez a gondolat, hogy az ember egyenlő a törvény előtt. Nincs különbség, nincsenek kiváltságok, mert az Isten mindenkinek a szívét, lelkét vizsgálja, és mindenkinek felelni kell érte. Izraelben az Isten gondoskodott, szeretett testvéreim, a földről, hogy annak legyen vetésforgója, hogy megpihenjen a föld. Gondoskodott, hogy az állat és az ember is megpihenjen. Gondoskodott arról, hogy az özvegy az árva, hogy el ne vesszen, mert a szociális törvények azok mindig előírták, hogy ezekről gondot kell viselni. És akkor egyszer csak jön egy változás Izrael népének az életében. Jön egy király, akit úgy hívnak, hogy Ákáb. És ez a király feleségül veszi a szomszéd szidoni birodalomnak, szeretett testvéreim, a pap király leányát, akit úgy hívnak, hogy Jézabel. Egy pogány kultusz hoz magával Izraelbe, megpróbálja meghonosítani. Egy autokrata rendszer lesz az, amit hoz magával Jézabel, ahol a király szabja a törvényt, és mindenki fogja be a száját. Nincs már egyenlőség az Isten színe előtt, az Isten törvényei előtt. Megváltozik ez a rendszer. Jézabel Baal imádó, és ez a kultusz jön Izraelbe, és ez ellen kell, hogy fellépjen az Isten profétája, akit úgy hívnak, hogy Illés. De mi ez a türelmetlenség? Kérdezhetnénk ma. Hiszen ma egy olyan világban élünk, ahol azt mondják, hogy hát mindenkinek joga van a saját véleményéhez. Ez a posztmodern világ. Mindenki maga választhatja meg a maga törvényeit, a maga kultúráját, a maga vallásosságát, a maga ideológiáját. És hogyha jön valaki és azt mondja, hogy az enyém az igaz, akkor az nem fér bele a mai gondolkozásba. Azt mondja, engedj belőle valamit. Férjünk meg egymás mellett. És szeretett testvéreim, illúzió ez a dolog, mert nem volt türelmes a Baal kultusz, meg az Ashera kultusz Izraelhez. Hiszen azt olvassuk, hogy tönkreteszik a szentélyeket Izraelben, lerombolják az oltárokat, megölik a papokat, megölik a törvénytanítókat. Az egyik tisztségviselőről olvasunk abban az időben, hogy az elrejt 50 profétát egyik barlangban, 50 profétát a másik barlangban. Megjelenik a cenzúra. Vége lesz a szólás szabadságnak. Szeretett testvéreim, elhallgattatják az Isten profétáit. Mindig, amikor ezek a dolgok megjelennek egy társadalomban, ott baj van. Szeretett testvérem, ott valaki sérül. És elkezdik pusztítani őket. És ebben a nyomorult helyzetben, ahol megtörténik az, amit olvasunk a Szentírásban, hogy Ákábnak megtetszik a szomszédnak a szőlőskertje, Nábótnak a szőlője. És mivel ő van uralmon, oda megy, és azt mondja ennek a Nábótnak, hogy add el, mert nekem tetszik. Azt mondja Nábót, nem adom el. Nem adom el, mert ez az enyém volt, meg az őseimé volt. Izraelben a föld nem volt eladó, az Isten törvénye volt. Szerint mindig az Istené volt. A mai napig egyébként menjetek el, érdeklődjetek után. Izraelben a föld az nem az emberek tulajdona, az az állam tulajdona, Isten tulajdona, mint hogyha ezt a gondolatot hordozná. És nem lehetett eladni, csak 49 évre esetleg bérbeadni, és utána vissza kellett, hogy kerüljön a jubileumi éven a gazdájához. Ha elitta az édesapja, attól még a gyermek használhassa. Ha eltékozolta az egyik generáció, a másik kapja vissza, hogy legyen lehetősége újrakezdeni. Oda jön ez az Ákáb Nábóthoz, és azt mondja, de nekem kell, nem adom. Hazamegy, és elkezd keseregni. Hát micsoda törvények ezek, hogy én vagyok a király, aztán itt ez a Nábót, ez újat húz vele. Szeretett testvérem, a zsidó társadalomban egy egyszerű embernek is volt lehetősége a királlyal mit csinálni? Jogját megvédeni. Ugye? Mi már tudjuk, hogy olyan világban élünk, amikor a kisembernek semmi joga. Meg lehet sokszor látni, ahogy egy-egy államférfi veszekszik a népével, és azt mondja, fogd be a szádat, mert elintézlek. Vannak ilyen videók fent a neten? Vannak. Lehetne kivetíteni őket. Szeretett testvéreim, ott ugyanaz a rendszer van, ami Nábót szőlőjénél volt. Kesereg, és aztán jön az asszony, azt mondja ennek az Ákábnak, Hát te nem tudod, hogy kell elintézni. Majd én elintézem. Olyan módszerekkel, amit nem Izraelben használnak. Két hamis tanú, megvádolják, megölik Nábótot, elveszik a szőlőjét. Szeretett testvéreim, nem ilyen világ van. Nem erről van szó nagyon sokszor. Lehet az embereket etetni. Emlékeztek a 20. század forradalmában, mi volt a létpapír csalóka? Az volt kiírva, hogy kérem szépen békét és földet. Nem ezt mondták 17-ben. És az emberek hagytak csapott papot, és mentek, és azt mondták, hogy na akkor békét kapunk, és mit? Földet. És aztán elveszik tőlük a terményüket, a kenyerüket, beszolgáltatják, és aztán, szeretett testvéreim, jön a kolhozosítás, elveszik a földjüket is, és tönkre lehet tenni mindent. El lehet venni mindent, el lehet herdálni. Az a buta gondolkozás, hogyha valakitől valamit elveszünk, akkor nekünk több lesz, bár nem dolgoztunk érte. A szép nagypapám erdész volt. Beszélgetünk a kedves párommal, elmondja, hogy régen a viski embereknek nem csak mezejük volt, hanem volt erdejük is, saját erdejük is. A disznókat kipásztorolták a makkosba, és azok oda jártak, szeretett testvéreim, legelni, makkot enni. De a fákat őrizték, és ültették a fákat. Az egyszerű emberek mentek, és ültették a fákat. Szeretett testvéreim, mit csinálnak ma? Ma nem ültetnek fát, ma csak vágják a fát. És aztán nézd meg, hogy mi történik, szeretett testvéreim, ebben a világban. Armagedon Kijevben, mert leesik az eső. Úszik Lemberg. De nézzétek meg, Rabon hogy viszi, szeretett testvéreim, a sár tenger el, a házakat, meg mindent. Láttam egy ilyen érdekes kísérletet, hogy van egy láda, bele van ültetve egy csomó növény, és ki van vezetve egy kis csövecske. Ugyanolyan láda, ahol semmilyen növény nincs, csak föld. És elkezdik öntözni. És egyszer csak a csövön elkezd kijönni a víz. Ott, ahol a növény van, ott szépen lefiltrálja, szép tiszta víz jön, mert a gyökerek visszatartják a földet. Ott, ahol nincs semmi, ott egyszer csak a sáros víz elkezd kijönni, és elmos mindent. És az ember, a 21. századi felfúvalkodott ember szabad rablást végez, nincs felelőssége, nem pihenteti a földet, nem vigyáz rá, pedig az Isten törvénye azt mondja, hogy pihentest. Az állatot, az embert, még a földet is. Vigyázz a környezetedre. A gyümölcstermőfát ki ne vágd, de minden fára vigyázz. Benne van a Szentírásban. Szeretett testvéreim, mert egy zsarnó gondolkozás van, rabolja kell mindent ma, a mindennapi kenyeremet, az összes add ide nekem most rögtön, és szeretett testvéreim, eljön az idő, amikor a kenyér, a legfontosabb dolog az fegyver lesz. És így történik meg, hogy a katonai kommunizmus idején az elvett kenyeret monopóliumként használja az ország, és sokan halnak meg, milliókan halnak meg. Itt történik meg, hogy a legtermékenyebb földű országban van holodomor. És szeretett testvéreim, lehet beszélni 47-ről, 48-ról, nem csak a 30-as évekről, mert ilyen az ember, ez a hozzáállás. Hát hogy lehet az, hogy ahol terem a föld, mégis éhezik az ember? Vagy kevés van valamiből? Vagy mit mondhatunk, hogy ma a fiataljaink elmennek, és külföldön kell, hogy dolgoznak, nem csak a magyarok. Szeretett testvérem, a fél Ukrajna lassan kint van. Hát ott van Svájc. Svájcnak nincs semmilyen, szeretett testvéreim, olyan valamilyen kincse, földi kincse, amiben ő meggazdagodni. Nincsen gáz, nincsen nafta, nincsen szén, csak a kövek meg a víz. És szeretett testvéreim, mégis, mivel ott van a protestáns gondolkozás, ott van a gazda gondolkozása, hogy az Isten nekem adott, eszközöket, amivel sáfárkodnunk kell. A világ egyik leggazdagabb országa. És tudjátok, mi az érdekes? Tudjátok, hogy vannak gazdaságok Svájcban. Az egyik barátom azt mondta, hogy viccesen kolhoz. És mondom, miért tartják fel? Hát azt mondja, azért, mert hogyha egyszer csak nem lesz étel, akkor nekünk van saját gazdaságunk. És nem vagyunk rászorulva, hogy megtermeljük, mert van elég pénzünk, hogy megvegyük. De akkor is fenntartjuk, akkor is ültetjük a fákat, akkor is vigyázunk a földre. Minden le van kaszálva. Szeretett testvéreim, ott nem látsz egy gazt, hogy feleslegesen nő. Mensz, és tényleg, mint a mesebeli táj. A legvadabb szírtet is le tudják kaszálni. És minden gazda egy évben 130 000 svájci frankot kap. Képzeld el! Függetlenül attól, hogy jövedelmező a gazdasága, vagy nem. Ha ő gazdálkodik, 130 000 svájci frankot kap, körülbelül ugyanennyi, mint a dollár. Szeretett testvéreim, te gazdálkodnál? Hát melyik munkahelyen keresel annyit? Egyiken se. Rögtön neki fognál a gazdálkodásnak. Mert gazdák azt mondják, vigyázni kell arra, hogy legyen mit enni, inni, vigyázni kell arra, hogy azt, aki nem tud annyi pénzt keresni más helyen, az ott maradjon a földön, az gazdálkodjon. Ne multi cégeknek adják el a fekete földet, te meg legyél rabszolga rajta. Szeretett testvéreim, erről szól. Egyszer csak jön ez az új gondolkozás, és szeretett testvéreim, Illés lesz az, aki Isten népét elkezdi képviselni. Illésnek már a születése is ilyen legendás, az édesapja álmot látott, hogy fia születik, és ezt a fiát ilyen tüzes pelenkába bepójálják, és tűzzel etetik. És elmegy a papokhoz, megkérdezi, hogy mi ez? És mondják, hogy bizony, tüzes ajkú próféta lesz, nagy és áldott prófétája lesz az Istennek. Papi származású, családból, Áronita családból származott. Sokszor halljuk, hogy kivonul a sivatagba, a pusztába imádkozni, az atyáknak a hitében, szellemében növekedett fel, és egyszer csak az Isten elhívja. És egyszer csak az Isten elküldi ehhez az Ákábhoz, aki hozza az idegen kultuszt, Baal kultuszt, az Ashera kultuszt, és azt mondja, hogy azt mondja az Isten, azt üzeni, hogy 3 évig, a Jakab levele pontosítja, hogy még 6 hónapig, nem lesz eső. Csak akkor, hogyha én fogom elmondani. Hogyha én fogom kérni az Istentől. Képzeljétek el, milyen hatalmat ad az Isten az imádságnak. Milyen hatalmat ad az Isten az embernek, a profétának. Azt mondja, csak az én szavamra. És elkezdenek nevetni ezen az Illésen. És szeretett testvéreim, akkor fagy le a mosoly az arcukról, amikor egyszer csak jön a szárazság. Egyszer csak nincs mit tenni. Harmad se lesz. Hermon harmatja olyan erős volt, hogy ha nem esett eső, akkor is megáztatta a szőlőskerteket, teremtek. De azt mondja, nem lesz se harmat, se eső, csak az én szavamra. Olyan kegyetlennek tűnik ez az egész dolog. Miért van az, hogy az Isten engedi, hogy a saját népe az szenvedjen? Hát elmondja majd Illés azt, hogy mindenki elhagyott téged, Uram, csak én maradtam. Tehát ő úgy érzékelő, hogy itt már nincs senki, aki az Istent követi. Itt mindenki behódolt. Itt mindenki feladta az Istenhez való tartozását, elfogadják az idegen gondolkozást. Itt beöltöznek, szeretett testvéreim, abba az ideológiába, és egyszer csak elkezd elkopni az étel. És mit mond az Isten ennek az Illésnek? Menjél el a Kérit patakjára. Mindenki halálra keresi Izraelben a profétát, ugye meg kell torolni ennek a profétának a szavait. Milyen szemtelen, beszólt az akkori hatalomnak. De az Isten odarendeli Szidón földjére, Kérit patakjára. Ott van Jézabel országában, senki nem keresi ott. Mindenki itthon keresi. És aztán azt halljuk, hogy az Isten gondoskodik. A varjak hoznak neki étát. Nagyon intelligens jószág a varjú. Hogyha egyszer valaki megijeszti, ha látják azt az embert jönni az utcán, akkor rögtön mindenkinek egymás között leadják a jelzést. Figyelmeztetik egymást. És valóban, képzeljétek el, az egyik városban megszoktatták őket, hogy összegyűjtögetik a kultúrát emberek utána a cigarettacsikkeket. Azok is úgy viselkednek, mint az ukrajnai emberek, ugye eldobnak mindent. Ez katasztrófa, erre megszoktattak bennünket a régi rendszerbe, és nem tudunk leszokni, mint a disznók, szeretett testvéreim, eldobják a mai emberek sokszor a maguk után a dolgokat. És akkor megy, és rászégyenít a madár, összegyűjti a csikkeket, meg a szemetet. Képzeljétek el? Majd láttam egy ilyet, hogy a hattyú összegyűjti a szemetet a folyóba. Itt az ember disznóolat hagy maga után, az állat meg megpróbálja rendbe tenni. Gondoskodik a madár, ugyebár. Mátyás királynak mi a szimbóluma? A holló, ugye? Gyűrű van a szájában. A legenda szerint megtalálta a gyűrűjét, ugye? Okos jószág. És egyszer csak elfogy a víz a Kéri patakjában, ugye? És egyszer csak tovább kell menni. Szignál ez az Istentől, jelzés, hogy tovább kell menni. Hova megy? Megy Sareptába, az egyik szidóni városba, ott kijön egy özvegy, ott is éhség van, nem segítnek a Baal istenek, nem tudják biztosítani a dolgokat, ugye? Lehet mutatni az izmainkat, hogy mi ilyen muszklisak vagyunk, meg olyan muszklisak vagyunk, nekünk ennyi rakétánk van, meg annyi rakétánk van, reszkesen tőlünk mindenki, de az emberek éheznek, mint Észak-Koreában. Meg én még emlékszek azokra az időkre, amikor csak feketén lehetett bizonyos dolgokat megvásárolni, egy kis tejfölt, egy kis vajat, a húsér meg emberölés volt. Emlékszik valaki? Az én szemem láttára halt meg az egyik négy visken a kenyérsorba. Ledobták. Olyan sor volt, embertelenül, szorították egymást, ledobták. Szeretett testvéreim, mi meg panaszkodunk, amikor van ételünk és italunk? Nézzétek, még nem tartunk ott, ahol a sidóni lakosak. Kijön az özvegy, már özvegy, kiszolgáltatott, az utolsó kenyerét akarja megsütni az utolsó olajával, meg akarja enni, és az a reménytelenség, megenni és meghalni. Ennyi maradt. Megenni és meghalni. És akkor jön, és fejet ver a fejébe, vagy szeget ver a fejébe a próféta, amikor azt mondja, nekem add azt a kenyeret. És meglátod, hogy az Isten megáld. Hű, ez egy bizalmi aktus. Mersz-e bízni az Isten szavában? Mersz-e bízni abban, amit az Isten mond? Ez egy vizsga. A mai napig így van, hogy az emberek döntenek, hogy miben bízzak, a saját eszemben, a saját okosságomban, a saját technológia, és így tovább, nem minthogyha technológiában nem volna valami jó. De nagyon fontos, hogy ott van-e az Isten mérlegén, hogy az Isten az, aki indít bennünket a helyes használatára a dolgoknak. Milyen szándék van emögött. Hogy minél több munkanélküli legyen, hogy minél jobban kihasználjuk az egyszerű embereket. A robotizáció lassan oda fogja vinni a világot, hogy azt mondják, hogy nagyon kevés olyan szakma lesz, amit meg lehet, szeretett testvéreim, tartani majd a robotizáció idején. Nemrégen láttam egy filmet, amikor az egyik szakács tönkre megy az ő kis étterme, és akkor elmegy és járja ezeket a különböző helyeket, ahova megpróbálják felvenni. És fénymásolni kell neki, és ott is, szeretett testvéreim, csúságra járnak vele, mert a főnök az főnök marad. És ő, aki nagyon szépen tud főzni, és nagyon finomakat tud főzni, olyan dolgot csinál, ami nem az övé. Ott lesz ez a probléma a jövőben. Vajon tudja-e a világ úgy építeni a társadalmat, hogy mindenkinek jusson? Hogy mindenki odaférjen a falathoz? Hogy el ne felejtse, hogy testvérek vagyunk? Vajon el elfogadjuk ezeket az isteni vezetési tanácsokat, amiket az Isten ad. És aztán az asszony engedelmeskedik, és nem fogy el az olaja, és nem fogy el a lisztje, amíg újra nem lesz eső, azt mondja az ige. Aztán eltelik a 3,5 esztendő, és aztán jön megint Illés, odaáll a nép elé, és azt mondja, na, hát hol vannak az isteneitek? Hol vannak a technológiáitok? Ugye? Valamikor meg akarták fordítani Szibéria folyóit a másik irányba. Emlékszik valaki? Volt ilyen. Valamikor kukoricát akartak termelni oda közelebb az északi sarkkörhöz. És akkor fűtöttek neki, hogy érjen be, ott állt zöden. Nem akart beérni. Pedig azt mondták, hogy a szovjetendernek minden sikerül. Ugye, mert az leninista. Szeretett testvérim, Isten törvényei működnek, nem más. És aztán odaáll Illés, és azt mondja Ákábnak, meg Jézabelnek, meg a többieknek, tartsunk Isten ítéletet, menjünk fel a Kármel hegyére, ott van a lerombolt oltár, amit az Istennek állítottak, és mutassák meg az isteneitek, hogy vannak-e, vagy nincsenek. Hozzunk áldozatot. Ti az egyik oltáron, én a másik oltáron, és amelyeket az Istenek elfogadják, akinek az Istene elfogadja, na az az Isten. Felteszik az oltára a pogány papok. 950-et ír le a Szentírás, ebből 450 az a Baal kultusz papja. Felteszik és elkezdik reggeltől az imádságot, be is vagdolják magukat, könyörögnek, hogy fogadj el az Istenük az áldozatot. Ugye előre engedi őket Illés szépen, azt mondja, ti vagytok többen, ne mondjátok, hogy én elvettem tőletek a lehetőséget. És estig tart az egész dolog, ott van a gúny, a bálványok iránti gúny, ennek az Illésnek az ajkán, azt mondja, hangosabban, mert biztos elaludta az istenetek. Nem hal, biztos, kérem szépen, ott alszik valahol, és azok ordítanak, kiáltanak, és kiderül, hogy mégse hal az Isten. Szeretett testvéreim, nagyon sokszor így van, hogy ki hal meg téged? Meghal a nagy főnökség. Meghallanak, szeretett testvéreim, ebben az időben a burokraták nem hallanak meg. Ki hal meg téged? És jön az Isten válasza. Felépíti a 12 kőből való oltárt, Izraelnek 12 törzsét jelképezi, 12 darabra vágja az áldozatot, Illés felteszi, azt mondja, öntsetek vizet. Háromszor öntenek rá vizet. Úgyhogy az oltár alatt a kis gödör megtelik vízzel, hogy nehogy azt mondja valaki, hogy nagyon nagy meleg van, és ne gyújtsatok tüzet, mert magától begyúr. Nem, ott le van öntve. És akkor egyszer csak felemeli a kezét, és azt mondja, Uram, mutasd meg, hogy van Isten Izraelben. És lejön az Istennek a tüze, és felnyaldossa még a vizet, és megemészti az áldozatot. És megmutatja az Isten magát. És akkor a nép lekergeti a hegyről, a patakhoz, a völgybe, a hamis profétákat, és ott megöli őket. Szeretett testvéreim, megölik a hamis profétákat, előbb-utóbb megszégyenülnek. Nézzétek csak meg, milyen molyomkodás ez az ember számára. Egyszer szobrokat állítanak, aztán mit csinálnak? Ledobják őket, megint előszedik őket, megint felállítják, megint ledobják. Hát nem ezt csinálja a 20. században. Az okos 21. századi ember balgábban viselkedik, szeretett testvérem, mint bárki más. Nem ezt lehet látni, amikor felteszik, hogy az erdőben a fiatal neonácikot köszöngetik egymást azzal a mozdulattal, ami Európában be van tiltva. Nem a régi isteneket bányásszák elő, szeretett testvérem, nyajdossák őket újra, mint akik meg vannak bolondulva. Az Isten, szeretett testvéreim, az övéi mellett áll, és aztán még nagyobb düh lesz Jézabelnek az életében, meg Ákábnak az életében, és azt mondják, hogy addig senki nem hagyja abba a keresést, amíg ugyanúgy el nem pusztul Illés, és Illés menekül. És érdekes, hogy annyi sok győzelem után eljön az idő, amikor Illés egyszer csak elcsügged. És ez a nagy próféta, aki az egyik leghatalmasabb az Ószövetségben, kiderül, hogy depresszióba esik. Meg szokták kérdezni azt, a keresztény ember tud depresszióba esni? Szeretett testvéreim, nagyon is. Nagyon sokszor megfáradunk. Még a legjobbak is megfáradnak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, mondja Ézsaiás. Ott van, el van csüggedve, és Istennek felrólja, hogy Uram, becsaptál engem. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy nem érdemes kereszténynek lenni, nem érdemes hinni. Úgy tűnik, hogy csak a tolvaj, a becstelen, a tisztességtelen, a gonosz uralkodik, és neki áll a zászló, és ő az, aki mindent megtehet, és aztán az embernek felkiált, hogy Uram, becsaptál, átráztál, egyedül maradtam. És érdekes, hogy az Isten, szeretett testvéreim, nem szídja le ezt az Illést, hanem azt mondja, itt van neked egy kis étel, küld egy angyalt, és aludjál. Eszik, alszik, megint felébred, megint egy kicsit megeteti, azt mondja, aludj még egyszer. És aztán, amikor felébred, azt mondja, hogy figyelj, nem vagy egyedül. Még 7000 lélek van Izraelben, akik nem hajtották meg fejüket a pogány istenek előtt. Ott van elrejtve a népben az Isten népe, aki még hűséges az Istenhez. Szeretett testvéreim, benne vagytok abban a 7000-ben, szimbolikus szám ez a 7000, a teljesség számát jelenti. Azt akarja mondani az Isten, pont annyi van, amennyi szükséges, hogy az Isten népe visszataláljon az Istenhez. És aztán megvigasztalja ezt az Illést az Úr, és még 40 napig tud tovább menni azzal az étellel. Van így, hogy az Isten megvigasztal bennünket az ő igéivel, és aztán tovább tudunk menni és küzdeni és végezni a mindennapjainkat. De jó, hogyha néha eljönünk az Úr elé és feltöltekezünk. Ha minden nap ezt tesszük, annál jobb. Ha minden nap táplál bennünket. És ez az Illés lesz az, aki végigjárja az útját, aki újra megtelik bátorsággal, akinek szavára beteljesedik a profécia is. Azon a helyen fogják nyalni a kutyák Ákábnak, szeretett testvéreim, a vérét, ahol megölte ez az Ákáb, megölette Nábótot. És tudjátok, hogy hal meg ez az Ákáb? Úgyhogy elmegy a csatába, és már-már úgy tűnik, hogy nem lesz csata, csak az egyik nyilas, íjas, az kilövi az ő nyilát, és pontosan úgy találja el a királyt a páncél résében, hogy megsebzi. Pedig át is öltözött. Királynak egy másik fiatalembert öltözött fel, ő pedig ilyen katonának öltözött fel. De az Isten látta, az ígéret beteljesedik. Aki másnak vermetárs, maga esik bele. Ugye? Azért van a parancsolatokban is úgy, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Azt cselekedd a másikkal, amit akarod, hogy az emberek veled cselekedjenek. Ez érvényes. Érvényes a családban, érvényes a társadalomban. Ha becsapod a saját népedet, mint vezető, akkor ne csodálkozz rajta, hogy az Isten megbüntet, hogy eltávolít onnan. Ha megrobolod a saját testvéredet, és elveszed az igazságát, ne csodálkozz, hogy el fogod ezeket a dolgokat veszteni. És az Isten melléd áll. És mi lesz ennek az Illésnek a sorsa? Amikor befejezi az ő életét, halljuk, hogy rendel az Isten valakit, aki utána jön, dupla erővel. Elízeus próféta veszi át az ő szolgálatát. Erre tanít az Isten is bennünket, hogy hagyjunk magunk után, szeretett testvéreim, olyan embereket, akik ismerik az Isten útját. Adjuk tovább az evangéliumot. Beszéljünk az Isten nagyságáról. Lehet itt, a Kárpátok alján is, ahol sokszor olyan pessimisták vagyunk. Majdnem, mint Illés, azt mondjuk, Uram, már csak én maradtam. Már a szomszéd is elköltözött, már ez is elköltözött, már a barátaim javarésze csak visszaköszön, visszajárnak ide, mit csinálok én itt? És az Isten azt mondja, hogy Meg tudlak áldani. Az Isten azt mondja, hogy nem mondd le arról a hűségről, amit az Isten rád bizott. Ne hagyd itt őseidnek földjét, amit az Isten neked adott. A nábótok azok mindig el akarják venni. Minden eszközzel el akarnak kergetni, megfélemlíteni. De az Isten neked adta. Ne hunyászkodj meg. Az Isten meg tud áldani téged. És aztán az Úr magához veszi. Tüzes szekéren, úgy is szokták ábrázolni. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ez egy képlet, ez egy kép. Tehát a sebességet akarja jelképezni. Azt, hogy az Isten egy pillanat alatt magához vette. Élve magához vette. Nem kellett megtapasztalni a halált. És érdekes, hogy Illés lesz a legnagyobb autoritás a próféták között. Amikor Jézus Krisztus meg fog jelenni, először jön Keresztelő János. És akkor arról kezd beszélni a Szentírás, szeretett testvéreim, hogy eljön Illés. Jézus Krisztust sokszor összekeverik Illéssel. Nagy hatalma lesz, nagy csodákat tesz, erő lesz benne, hatalom lesz benne. Amikor Jézus felviszi a tanítványokat a megdicsőülés hegyére, akkor kit látnak ott a tanítványok? Mózest és Illést. Róluk kettejükről gondolták úgy, hogy az Isten magukhoz vette őket, és ők élve ott vannak a mennyországban. Onnan tudják az apostolok, hogy jó helyen vagyunk, mert itt van kicsoda, itt van Illés. És azt mondja a Szentírás, hogy mielőtt eljön az Isten ítélni eleveneket és holtakat, mielőtt beteljesedik a vég, eljön majd az Illés. Eljön Illés és Énok, olvassuk a Jelenések könyvében. És 1250 napig prédikál majd, és akkor majd megfogják és meggyilkolják. De feltámad, az van megírva. Szeretett testvéreim, azt akarja mondani az ige, hogy az igazságot nem lehet soha eltemetni. Mindig az igazság fog győzedelmeskedni. És nem az számít, hogy hányan vallják butálul, szeretett testvéreim, a hazugságot. Nem működik a demokrácia a hazugok között, mert elég, hogyha az igazságot egy ember vallja. Vajon tudunk-e tanulni ettől az Illéstől? Tudjuk-e elfogadni azt, hogy szeretett testvéreim, az Isten gondot visel. Gondot visel az övéire. Milyen csodálatosan hordozta. Ma hálát kell adnunk, mert nekünk még nem volt 3 éves esőmentesség. Bár a nyáron már megtapasztaltuk, hogy mit jelent az eső nélkül lenni, ugye? És azt is megtapasztaltuk, mi van, ha az Isten felhívja a figyelmünket és hirtelen ad esőt. Azt is megtapasztaltuk. És mit mond, szeretett testvéreim, Jakab apostol? Mit mond? Te azt mondhatnád, vajon hasonlíthatom-e magamat ehhez az Illéshez, hiszen ő az Isten lelkével járt. Azt mondja Jakab, hogy ez az Illés hozzánk hasonló ember volt. Hallottad, ezt mondta? Hozzánk hasonló ember volt. De amikor imádkozott, akkor bezárult az ég 3,5 évre. És amikor imádkozott, akkor újra megnyílt az ég. Hozzánk hasonló ember volt. Te hozzád, aki itt vagy. Aki lehet, hogy ugyanúgy olvasod a Bibliát. Lehet, ugyanúgy tanítottak a szüleid imádkozni. Lehet, hogy éppen inkább abból a szempontból hasonlítasz erre az Illésre, hogy elcsüggetsz. Vagy úgy érzed, hogy egyedül maradtál. Vagy úgy érzed, hogy depresszióban vagy. Vagy úgy érzed, hogy itt már nem segít semmi rajtad, se a családodon, se a mi kis kárpátaljai népünkön, se ezen a megszomorodott országon, amiben élünk, már semmi nem segíthet. És akkor mondja nekünk Jakab apostol, de amikor imádkozott, akkor bezárult az ég és kinyílt az ég. Szeretett testvéreim, merünk-e mi így jönni az Isten elé? Nem csak annak a helye ez, hogy az Isten megtanítson bennünket, meg a nagy csodálatos dolgairól beszéljen, hanem annak is a helye, ahol odaállhatunk az Isten elé, összekulcsolhatjuk a mi kezünket, és azt mondhatjuk, hogy Uram, én tőled várom a segítséget. Uram, én tudom, hogy Te igazságos vagy, itt szent. Tudom, hogy hogy ha te velem vagy, akkor senki sincs ellenem. Tudom, hogy te végig tudsz vezetni engemet, mint pásztor a bárányt. Gondot tudsz viselni rám, ahogy Illésre gondot viseltél. És még a halál árnyékának völgyében is velem tudsz lenni. És asztalt tudsz teríteni még a pusztában is, ahogy a zsidó népet 40 évig tápláltad. Igaz, hogy ők sokszor fellázadtak ellened, de velük voltál. Asztalt terítesz a pusztában, és csordótig van poharam. És szeretett testvéreim, sok mindent elmond nekünk ez az Illés. Amikor látjuk a kármeli áldozatát, az Istennek tüze megégeti az áldozatot, de nem bántja az embereket. Keresi sokszor az ember a viharba az Istent. Illés is ott kereste. És abban nem volt az Isten. De jött a szelíd szó, szelíd kis szél, és abban volt az Isten. Nem bántani akar, felemelni akar. Ő az ő haragját Jézus Krisztusra öntötte ki ott a kereszten. Éli, éli, láma szabaktáni. Úgy is gondolták, hogy Illést hívja. Emlékeztek? Én Istenem, miért hagytál el engemet? És szeretett testvéreim, Jézus Krisztus megtapasztalta ezt az elhagyatottságot, hogy mi emberek soha ne tapasztaljuk meg. Minket tanít az Isten. Hozzánk jön ebben az utolsó órában. És miért adunk hálát az új kenyérért? Miért terítjük meg az asztalt? Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Isten szájából jön ki. Azért, mert ez az asztal azt jelenti, hogy ami Urunk velünk sors közösséget vállal, felvállalja a bűneinket, de felvállalja a mi létünket is. Testvérré tesz bennünket, megbocsátja a mi vétkeinket, kiárassza az ő ajándékait reánk. Ha merjünk így hozzájönni az Istenhez, semmit nem hozva talán, még a mi dicséretünk is sokszor satnya, de odajöve, hálát adva az Istennek, odajöve, kérve, hogy Uram, irgalmaz nekem, Uram, emelj fel, Uram, adj végesztendőt, adj reménységet, adj megoldást ebben a tengerben, ami tele van hullámokkal, vezesd a hajómat a kikötőbe. Ha te vagy annak vezetője, te vagy a kapitány, akkor az révbe ér. Adja az Isten, hogy ma így tudjunk jönni eléje. Így tudjunk hálát adni mindenért. És így tudjuk rábízni az életünket a Krisztusra. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyám, kegyelmes Istenünk, hálát adunk neked a te jóságodért és irgalmasságodért. Hálát adunk azért, hogy az emberről gondot viselsz, hogy nem hagysz el bennünket, Urunk. Vezetsz ebben a földi életünkben is, által vezetsz, Urunk, azon a küszöbön, amikor megérkezhetünk a mennyei otthonba is. És letörlöd szemünkről a könnyeket, és megvigasztalsz. És olyan jó tudni, Urunk, hogy neked van egyházad, itt a földön harcoló, menetelő, és van dicsőséges ott, amelyet felöltözteted a te díszedbe. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te őrized és véded ezt az egyházat, te táplálod. Hálát adunk neked azokért is, akiket megváltottál, és már otthon vannak, nálad vannak. És mi, akik még menetelünk tovább, Urunk, engedd, hogy az úton legyen ételünk is, italunk is, menedékünk is. Légy az orvosunk, légy a védelmezünk, légy őriző pásztorunk. Így könyörgünk mindnyájunkért, családjainkért, kedveseinkért, könyörgünk Kárpátaljáért, minden keresztény testvérünkért, és ezért az országért is. Urunk, adjad, hogy ne a Jézabel, ne az Ákáb útját kövesse, hanem a te utadat. Adjad, hogy életével építsen neked oltárt minden ember, hogy a te szavadat hallja meg minden vezető, mint jó bárány a mennyei királynak, pásztornak a szavát. Könyörgünk, Urunk, tárd ki a te kezedet reánk, és őrizd meg bennünket, vigasztalj meg bennünket, légy velünk. Amen. Ami Urunk, itt tanít minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kérem a kedves testvéreket, foglalják el helyüket. Szeretett testvéreim, hirdetem tisztelettel, hogy az elmúlt héten eltemettük Mitricskó Jolán testvérünket, akit a mi Úrunk elszólított a mindenélő útján 91 éves korában. Asszony testvérünk hűséges tagja volt ennek a gyülekezetnek, 10-15 évvel ezelőtt nem volt olyan istentisztelet, amire ne jött volna el, és amikor már nehezen tudott jönni, akkor is igyekezett itt lenni. És az utolsó éveiben is otthon ünnepekre kérte az úrvacsorát, és részesült az ünnepi közösségben. Megtért a vándor az Úrhoz, hisszük, hogy az Isten megvigasztalja, megáldja, megpihenteti. Adjon az Úr az övének is erőt, szeretett testvéreim, hitet, bizodalmat, mennyei áldást. Hirdetem, hogy a ránk következő héten az Isten tiszteleteink a megszokott rendszerint alakulnak. Hirdetem továbbá, amit látjátok, az úrasztala megterítetett. Hív minket az Úr az ő szent közösségére, mint az ő családját. Parancsba adja, vegyétek, egyétek, ez az én testem, megváltás örömét, a megbocsátásnak kegyelmét hirdeti nekünk. Így, szeretett testvéreim, készüljünk ehhez a szent asztalhoz, énekeljük a 23. Zsoltárnak az első versét. A 23. Zsoltár első versét énekeljük ige hirdetésre készülve, így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora sákramentumát. Megvan ez írva minden evangéliumban, de legbőségesebben elénk adja ezt Pál apostol az első korintusbeliekhez írott levelében, a 23. verstől a következőképpen: mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a pohárt is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetért, és valljuk meg bűneinket nyilvánosan imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te utaid, ó Szent Király! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te szent nevedet, mert egyedül csak te vagy szent. Urunk, valljuk, te, aki ismersz bennünket, látod, hogy szívünk telve van sokszor nyomorúsággal és bűnnel. Megvalljuk, hogy vétkeztünk ellened, tettel, szóval, gondolattal, tudatosan és tudatlanul is. Valljuk, hogy a saját erőnkből, Urunk, előtted meg nem állhatunk, hanem kárhozatot, pokolt és halált érdemlünk. Köszönjük, hogy Szent Fiad által mégis megkönyörültél rajtunk, és az ő élete és áldozata által, Urunk, megváltottál minket, és ajándékoztad már itt az örök életet azoknak, kik, Urunk, hisznek és elfogadják a te ajándékaidat. Adj nekünk alázatos szívet, Urunk, hogy mi bűnösök, akik hozzád kiáltunk, nyerjünk vigasztalást, nyerjünk hitet, és nyerjünk áldást. Urunk Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit, méltó vagy, hogy tied legyen az erő és az igazság, a bölcsesség, a hatalom és a dicsőség, az áldás, hálaadás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó Urunk, értünk hozott áldozatát. Légy segítségül nékünk abban, hogy eljussunk a bűnnyomorúsága miatti megszomorodásra, és így könyörögjünk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, gyertek, valljuk meg a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születik Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szállá alá oklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, én, aki hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal gyülekezetünk gyakorlata szerint, bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre alázatos szívvel, hallható szóval. Először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is veletek együtt mindezt hiszem és hallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben, ahogy megszoktuk. Szeretett testvéreim, kedves egybegyűltek, az énekeket a kántorasszony fogja majd hirdetni a 258. dicséretünknek a 6. versével kezdjük az úrvacsora osztást. Ezért testvéreim, így szerezte a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. S az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is vagytok hívva egy testben. Most pedig, mielőtt hazatérnénk, gyertek, adjunk hálát az Úrnak. Mennyi édesatyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy megtartottál bennünket e mai napra. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhettünk. Köszönjük, hogy az asztalodhoz hozzáengedtél bennünket, és részeltettél Krisztus Urunknak vérén szerzett áldozatának minden javában. Köszönjük a bűn bocsánatnak az erejét, annak ajándékát. Hiszük, Urunk, hogy Te erősítesz meg bennünket minden napon. Hiszük, hogy aki Te benned bízik, sohasem csalódik. Adj erőt nekünk, hogy visszatérve a mindennapokba, ezzel a hittel és reménységgel, ezzel a szeretettel tudjuk végezni ránk bízott, Urunk, feladatodat, hogy minden nap megélhessük a szeretetnek drága tetteit, hogy minden nap, Urunk, megmutatkozzék bennünk a Krisztus. Igaz legyen ránk nézve is, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Neked adunk hálát mindenért, Te előtted hajtjuk meg a térdünket, legyen tiéd örökre a dicsőség, minket pedig, Urunk, vezess és vigyél győzedelemre. Kérünk, hallgass meg minket! Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Szeretett testvéreim, hirdetem, hogy holnap 17 órakor közép-európai idő szerint, vagyis magyar szerint, ahogy szoktuk mondani, a várban megemlékezés lesz Szent István napja alkalmából, államalapítás napja alkalmából. Szeretettel hívogatok a szervezőkkel mindenkit, én is. Szeretett testvéreim, himnuszunk, nemzeti himnuszunk eléneklése után záró énekként kimenetelre a 477. dicséretünket énekeljük majd. A 477. dicséretünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve.